Mi az a DNS és hogyan működik? A DNS egy molekula. Egy rakás atom egymásnak tapasztva, ami ebben az esetben egy nagyon hosszú létreszerű molekulát alkot, ami valahogy így néz ki. Azt már valószínűleg mindenki hallotta, hogy a DNS az élő szervezetek tervrajza, vagy ha úgy tetszik, az élőlények receptje. Na de hogyan lehet, hogy egy ilyen molekula az élőlények tervrajza? A válaszhoz meg kell vizsgálnunk az aminosavakat. Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport és karboxilcsoport egyaránt előfordul. Összesen 22 fehérje építő aminosav van, és mindegyiknek megvan a saját egyedi formája. Ebben az a legjobb, hogy végtelen variációban lehet őket összerakni, pont úgy, mint a legót, hogy különböző molekulákat hozzanak létre, amiket fehérjéknek nevezünk. Az aminosavak alkotják a fehérjéket, a fehérjék más vegyületekkel együtt alkotják az élő sejteket, a sejtek alkotják a szövetek pedig a szerveket. Ha ezek a dolgok egyben megvannak, és persze működnek is, akkor együtt alkotják az élő lényeket, mint például te vagy én. Ezek a fehérjék, amelyek a testünket alkotják, és ne felejtsük el, hogy több millióféle fehérje van, mindegyiküket tökéletesen meg kell formázni ahhoz, hogy működhessenek. Ha nem tökéletes a formájuk, akkor nagyon valószínű, hogy működni sem fognak. És itt jön képbe a DNS. A DNS rengeteg dolgot csinál, amelyek közül párat nem is értünk teljesen, de az egyik legfontosabb és legjobban értett funkciója az, hogy utasítsa az aminosavakat, pontosan hogyan sorakozzanak fel és hogyan formázzák magukat tökéletes fehérje molekulává. Ez itt a DNS leegyszerűsített változata. Azt látjuk rajta, hogy a létrafokai négy különböző vegyületből állnak. Most nézzük meg csak a DNS egyik felét. Ha felülről lefelé elolvassuk, akkor kicsit olyan, mintha könyvet olvasnánk, és így kapunk egy genetikai kódot. A DNS szál egy hihetetlenül hosszú létra. Több millió foka van, és az élete legnagyobb részét feltekerve tölti, mint a tészta a sejtek sejtmagjában. Az aminosavak viszont a sejtmagon kívül találhatók a sejtet kitöltő anyagban, vagyis a citoplazmában. Ahhoz, hogy a DNS kapcsolatba léthessen a citoplazmában lévő aminosavakkal, és ezekből fehérjéket készíthessen, speciális vegyületek a sejtmagon belül lemásolják a DNS lánc bizonyos részeit. Ezek a részek, amiket RNS-nek hívunk, nagyon hasonlítanak a DNS-hez, de rövidebbek és az egyik felük hiányzik. A kisméretük lehetővé teszi számukra, hogy kiférjenek a sejtmag apró pórusain, ki a citoplazmába és egyenesen be egy sejtszervecske szájába. Ezt a sejtszervecskét hívjuk riboszómának. A riboszómák fehérjeépítő gépek. Beolvassák az RNS kódot, egyszerre három betűt, miközben a környezetükből felszívják az aminosavakat és az RNS kód szerint összeillesztik őket. Ahogy a lánc növekszik, meghajlik, megcsavarodik és összetapad, hogy tökéletes formájú fehérjét hozzon létre. Az RNS kód három betűnként adja meg a riboszómának, hogy melyik aminosavat vegye fel a 22 közül. Például a CAA azt jelenti, hogy a riboszóma vegyen fel egy glutamint, az AGU pedig azt jelenti, hogy szerint vegyen fel. És így tovább. Amikor egy fehérje elkészül, rengeteg dologban vehet részt, például segíthet létrehozni egy teljesen új sejtet. Tehát a DNS nem más, mint az élő dolgok molekuláris tervrajza. A DNS létrehozza az RNS-t, az RNS a fehérjéket, és a fehérjék végső soron az életet. Hogy mi történik, ha ez az érzékeny rendszer sérül, és hogyan képes megjavítani magát, az már egy másik videó témája. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot. Ha szeretnél több ilyen tartalmat látni, akkor iratkozz fel a csatornára, vagy támogass a Patreonon. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!